A 10 parancsolat. Dr. Erdő Péter, bíboros prímás, esztergom budapesti érsek tanítása. A 8. parancs. A katolikus számozás szerint 8. a sorban a következő parancsolat. Hamis tanúságot ne szólj fele barátod ellen, vagy újabb megfogalmazásban ne tégy hamis tanúságot embertársad ellen. Most az embertársa és a felebarát szónak a különbségét, vagy különböző árnyalatát nem szeretném boncolgatni. Helyette inkább vessünk egy pillantást arra, hogy a héber szöveg alapján a zsidó kiadások, a kivonulás könyve 20. könyv és a mi számozásunk szerint 16. az övék szerint 14. versében, ők azt mondják, hogy hát a tanúság szó nincs is benne a szövegben, hanem mi van ott. Azt mondja, semmit ne mondj fele barátod ellen, mint hamis tanú. Tehát mintha nem magát a hamis tanúzást büntetné, hanem a hamis tanú magatartásához hasonló cselekedeteket. Tehát íme egy pont, ahol talán a 10 parancs szövege maga is kevésbé keményen büntetőjogi jellegű, mint az előző mondatok, amelyek ott felsorolásra kerültek. Minden esetre a erkölcsi magyarázat a szélesen kiterjesztette ennek az értelmét, de nem önkényesen, hanem a Bibliában található különböző utalásokat használta fel arra, hogy magyarázza ezt a rövid parancsot. Tehát maga a Midrás már arról beszél, hogy a világon mindent Isten teremtett, a hazugság mesterségét kivéve. A hamis tanúzás büntetése az Ószövetségben nem mindig halál. Ezt is érdemes figyelni, hiszen az előző parancsok esetében ilyen kemény volt a szankció. Mózes 5. könyvében, a 19. fejezet 18-19. Versében a tálió elvét találjuk. Vagyis azt a törvényt, hogy amilyen súlyú az a vád, amit valaki hamisan emel az embertársa ellen, olyan súlyú legyen az ő büntetése. Így mondja ezt a szöveg, ha kiderül a tanúról, hogy hamis tanú, testvérét alattalanul vádolta, azt tegyék vele, amit ő akart embertársával tenni. Emlékszünk erre nagyon szemléletesen, Dániel könyvéből Zsuzsanna története egy konkrét alkalmazását írja le ennek. Tehát ott is, ha megfigyeljük, a véneket nem azért végzik ki a történet végén, mert hamisan tanúskodtak, hogy pontos legyek, nem is tanúskodtak, hanem vádlóként léptek fel egy hamis váddal, hanem azért ítélik őket halálra, mert az a cselekmény, amivel Zsuzsannát megvádolták, az a törvény szerint halálbüntetést érdemelt. Tehát itt is a tálió elvét érvényesítették. Egész pontosan Dániel könyve így mondja ezt. Úgy bántak el velük, ahogyan gonoszságukban ők akartak elbánni embertársukkal. Ebben Mózes törvényei szerint jártak el. Meg kellett halniuk. Az ártatlan vér pedig megszabadult azon a napon. Tehát látjuk azt, hogy különböző súlyú hamis állítások különböző büntetést érdemeltek ebben az ószövetségi és főleg mégiscsak büntetőjogi logikában. Na most ezen a vonalon is van egyházi hagyomány, mert az egyházi közösségen belül is előfordultak hamis vádaskodások, úgyhogy a didaszkália például a 200-as évek első felében külön kitér erre, és aki olyasmivel vádolja a hittestvérét, ami kiközösítést, kizárást érdemelne, de nem tudja bizonyítani, az maga legyen eltávolítva a közösségből. Tehát ugyancsak a tálió elvét alkalmazza. A Bibliában lévő egyéb utalásoknak az egybegyűjtése alapján a hagyomány a hazugsággal kapcsolatos egész erkölcsi szisztémát alakított ki. Na most ezt a szisztémát a legvilágosabban és a legmeggondoltabban, azt hiszem máig ható érvényel Aquinói Szent Tamás foglalta össze. Ő ugyanis 1273-ban Nápolyban
nagybőti prédikációs sorozatot tartott a tíz parancsolatról. És ennek eredményeként született az a késői műve, amely azután mind a mai napig ebben a kérdésben egy fontos dokumentum. Ebben azt mondja, ezt a parancsot kétféleképpen lehet megsérteni. Perben vagy közbeszédben. Tehát már túllép a peres szituációkban elhangzó hamis vád vagy hamis tanúság kategóriáján. Azt mondja, a perben háromféleképpen lehet. Igen, mert három perbeli pozíciót tart szem előtt. Az első a vádló, ugye a hamis vádnak a kérdése, például a Leviták könyve 19. fejezet 16. versében kifejezetten szó van erről, hogy hát amilyen hamis vádat emel valaki, olyan büntetést kapjon, ha bebizonyosodik, hogy ő rágalmazott. A másik ezek alapján, hogy a rágalom mint olyan egyáltalán a tíz parancsolat megsértésének számít. Az igazat elhallgatni sem szabad azonban. Erre Máté 18.15-öt szokták felhozni érgyanánt, azt mondja, ha vétkezik ellened testvéred, menj és intsd meg őt. Tehát az igaz és szükséges kijelentéseknek a megtétele is kötelesség. Na most nem csak vádlóként lehet persze rágalmazni, vagy hamisan állítani valamit egy perben, hanem tanúként is. Erre szintén Szent Tamás több ószövetségi helyet hoz fel. Harmadikként pedig a bírónak a helyzetét állítja középpontba, mert azt mondja, hogy igazságtalan bíró is lehet valaki, tehát hamis állítások alapján olyan ítéletet hoz, ami az igazságossággal szemben áll. Erre is a Leviták könyve 19. fejezetét hozza fel példának. Kétségtelen, hogy a rágalmazásra az Új Szövetség külön is visszatér. Azt mondja például a Római Levél, hogy a rágalmazók Isten előtt gyűlöletesek. A késői zsidó irodalom pedig Sirák fiának könyve, vagy a Példabeszédek könyve szintén arról beszél, hogy a jó hírnév többet ér a gazdagságnál. Gondoljuk csak meg, Mikszáth Kálmán, a Noszti fiú esete Tóth Marival című regényében mit is ír? Ugye amikor a Noszti fiú megérkezik, talán Debrecenben, és kiderül ott a barátai között, hogy ő tulajdonképpen kölcsönkérni jött oda. Akkor valaki azt mondja neki, te ide figyelj, hát miért akarsz, hogy pont itt kölcsönkérni? Itt téged senki nem ismer? Azt mondja, hát éppen azért. Magyarán valóban a jó hír, ami alapján valaki megbízik a másik emberben, és például kölcsönt ad neki, az egy nagy érték. Egy olyan érték, amelynek anyagilag is mérhető következményei vannak. De persze nem csak anyagilag. Na most ezért a megszólás is lehet súlyos bűn, vagy mindenképpen bűnös magatartás. Tehát ha valamilyen hiba, valamilyen fogyatkozás miatt mértéktelen rossz hírét keltik az embernek, vagy olyan diszkréten megtudott emberi hibáról van szó, amit aztán fölfokozva, gyűlöletkeltő módon elkezdenek terjeszteni, ez is súlyosan árthat természetesen másoknak. Ezt is a katolikus erkölcstan a 8. parancs elleni bűnök közé sorolja. Na most, még arra is kitér Szent Tamás, hogy az is bűnt követel a parancs ellen, aki szívesen hallgatja a másról szóló, gyalászkodó, rágalmazó, vagy megszóló beszédet, a becsmérlést. Azt mondja, ne hallgasd a gonosz nyelvet, és ezt idézi Sirák fiának könyvéből. Tehát látszik, hogy a késői zsidó irodalom alapján egy viszonylag kifinomult erkölcsi tanítás rajzolódik itt ki. Na most ennek kapcsán jegyzi meg Szent Tamás, hogy a besúgók is ez ellen a parancs ellen vétenek. Nem biztos, hogy amit mondanak, az hazugság, azonban szerinte viszályt kelt a testvérek között, aki besúgja a fölsőbségnek azt, ami egyébként történik, és ezzel hát megbontja a közösség rendjét, halálása a bizalmat. Erre is van persze már ószövetségi utalás.
Aztán ilyet mond, átkozott a besúgó és a kétnyelvű. Chirac fiának könyvéből veszi ezt. De nem csak azok követnek el itt bűnt a közbeszédben a 8. parancs ellen, akik megszólnak vagy rágalmaznak valakit, hanem a hízelgők és a talpnyalók is. Tehát akik dicsérik azt, ami rossz. Ez pont a fordítottja ugye a rágalmazásnak, mégis kártékony a közösségre. Nem is véletlen, hogy már a Zsoltárok könyve többszörösen ki kell ez ellen a magatartás ellen. Azt mondja, korholjon az igaz, de a bűnösök olaja ne kenje meg a fejem. Vagyis a bűnösök ne hízelegjenek nekem, hogyha egyszer rosszat tettem. Egyébként nagyon sok olyan áthallása van ezeknek a klasszikus elveknek, amelyek a mai életünkben, a mai médiaetikában például rendkívül aktuálisak. Tehát például a bűnöket, a súlyosan helytelen magatartásokat dicsérni, illetőleg gyűlöletkeltő beszédeket terjeszteni, vagy sokszorosítani, ugye, ez is egy erkölcsileg igencsak figyelemre méltó probléma. Na most, ugye van még egy bűn, amit Aquinói Szent Tamás megemlít, ez pedig a zúgolódás. Ugye a zúgolódásban megint benne van egyfajta gyűlöletkeltés, egyfajta feszültségszítás, ez főleg az alárendeltek között fordul elő, azonban hát itt is az a lényeg, hogy a reális problémákon túlmenően a közösség rendjét aláásva kelt az ember olyan rossz híreket, amelyek destabilizálni tudják az emberi együttélést. Na most Szent Tamás végül is eljut arra a következtetésre, mert itt azért ugye, bizonyos típusú hamis beszédek kerültek elő. Azonban Szent Tamás eljut arra a következtetésre, hogy minden hazugság tilos. Ezt egyébként szintén ószövetségi utalás nyomán teszi, azt mondja, ne kívánj hazudni sohasem. Jézus Chirac fia könyvének a 7. fejezetéből idézi ezt. Ezután azonban már Szent Tamás is érzi, hogy indoklásra szorul egy ilyen általános parancs. Azt mondja, hogy először is azért ne hazudjunk, mert a hazug ember a sátán fiává válik. Nagyon érdekes, hogy a középkori teológiában, keresztény teológiában, mintha a midrás visszhangoznék, amely ugye a hazugság mesterségének a sátáni eredetét próbálja tematizálni. Na most itt ugye természetesen idézheti Szent Tamás az Őszövetséget, mondjuk a János evangéliumot, ahol az áll, hogy a sátán hazug és a hazugság atya. Ugyanakkor az ellenkezőjét is, a Jézusi mondás, hogy az igazság szabaddá tesz. Aztán a sátán, mint a hazugság atya, természetesen már a Teremtés könyvében, Mózes első könyvében megjelenik, mint kísértő. Mit ígér az első ember párnak? Hogy nem fogtok meghalni. Ehhez képest tudjuk, hogy éppenséggel meghaltak, tehát az élet fájáról végül is nem ehettek. Na most a második indok, ami miatt hazudni általában nem szabad, Szent Tamás szerint, a társadalom felbomlása miatt. Tehát lehetetlen az együttélés igaz beszéd nélkül. Ma is azt mondhatnánk, hogy megbízható kommunikáció nélkül az együttélés lehet. Milyen szörnyű kár keletkezik a lelkekben és a hangulatban most például a járvány időszakában, amikor mindenféle híresztelések kapnak lábra arról, hogy melyik gyógyszer, melyik oltóanyag hasznos, melyik káros, miért rosszabb a másik cégnek a terméke, egyáltalán a vírussal kapcsolatban nyilván olyan természettudományos háttérismeretek kellenek ehhez, amivel az emberek általában nem rendelkeznek. Éppen ezért ki vannak szolgáltatva mindenféle propagandának. Ez a propaganda pedig azt eredményezheti, hogy például nem vesznek igénybe olyan lehetőségeket, olyan gyógyszereket sem, amire pedig szükségük volna.
Tehát látjuk azt, hogy megbomlik a bizalom, és ez súlyos kárt okozhat az embereknek, akár az emberi életekben is mérhető károkat. Na most a harmadik ok, amely miatt nem szabad hazudni egyáltalán, Szent Tamás szerint, a becsület elvesztése. Ez pedig egyszerűen abban áll, hogy akkor se hisznek már a hazug embernek, amikor igazat mond. Ez sem csak népi bölcsesség, hiszen Sirák fia könyvében ez is megtalálható. És végezetül a negyedik ok, hogy miért nem szabad hazudni, a lélek elvesztése. Tehát azt mondja Szent Tamás, hogy a hazug ember megöli a saját lelkét. Idézi a bölcsesség könyvét, meg az ötödik Zsoltárt, ahol ez áll, hogy megsemmisíted a képmutatókat. Ugye a képmutatás is hazugság természetesen, hiszen olyan jó tulajdonságot, olyan magatartást állít, vagy mutat valaki saját magáról, amilyennel nem rendelkezik. Tehát hazugság az is a javából. De ez a megsemmisíted, ez Szent Tamást arra vezeti, hogy azt mondja, hogy hát ha így mondja Zsoltár, akkor azt jelenti, hogy ez halálos bűn. Ugyanakkor azonban tudatában van annak, hogy amiként az Ószövetségben nem minden hamis tanúzást büntettek egyforma súlyosan, ugyanígy erkölcsileg is különbséget kell tenni. Tehát azt mondja, hogy némely hazugság halálos bűn, más hazugság inkább csak bocsánatos bűn. Melyek azok, amelyeket halálos bűnöknek tekint? Tehát elsősorban a hithez tartozó dolgokban való hazugság. Ezért hangsúlyozza nagyon a tanítóknak, a hitszónokoknak a felelősségét, és itt a második Péter levelet idézi, de hangsúlyozza azt is, hogy az is nagyon súlyos bűn, ha valaki a hazugságával fele barátjának kárt okoz. Hogy mekkora kárt lehet okozni hamis információval, erre csak éppen utaltunk az előbb, de hát a gyakorlatban a közbizalomnak a teljes alásása is előfordulhat, és sajnos ennek a modern korban éppen mivel az információnak, még a felelőtlen üzeneteknek és információknak is a nagy lehetőségei rendelkezésre állnak, szóval ennek a hatásait egyre inkább látjuk, a súlyát egyre inkább érezzük. És azt mondja, hogy akár a Kolosszai levél kijelentése alapján is, az ilyen hazugság az bizony súlyos bűn. Melyek azok a helyzetek, amelyek mégiscsak enyhíthetnek a hazugságon, amely azonban továbbra is bűn marad? Hát azt mondja, aki alázatoskodásból hazudik, valamilyen érdemét, értékét próbálja letagadni. Nyilván ezzel nem kell dicsekedni, de kifejezetten hazugsággal eltakarni, ez sem helyes. Azután szégyenből hazudik valaki. És a haszon kedvéért, hát hogyha nagyon nagy szükséghelyzetben van, és így próbálja magát kivágni, ebből ez lehet valamiféle enyhítő körülmény adott esetben. Ez üldözöttek esetén, vagy más szituációban. Természetesen itt is vannak határok. Például az ókori keresztény üldözések során. Hát aki azt hazudta magáról, hogy ő nem keresztény, pedig az volt, ez a hazugság már igaz, hogy haszna volt belőle a mindennapi földi életben, de mint hittagadás mégiscsak igen súlyos bűnként esett ladva. Na most fontos dolog az, hogy az enyhítő körülmények dacára a kötelességünk, hogy megtartsuk a 10 parancsolatot, és megtartsuk az abból kirajzolódó erkölcsi törvényt, ez fönnáll. Nem csak egy távoli eszmény, az is mindenképpen, hanem néha kemény parancs. Ezt katolikus morálteológusok úgy szokták fogalmazni a 20. század során többször, hogy akár életünk árán is meg kell tartanunk a tiltó isteni törvényt. Ugye, tehát ez például a hittagadás esetében egy ilyen helyzetről van szó, és ebben a tekintetben az első parancsolat összefüggésében már szóltunk erről a témáról. Bennem két kérdés merül föl, ami úgy érzem, hogy a
mai életben nagyon gyakori problémája embereknek. Ezek közül az egyik az az, hogy olyankor úgy érzi az ember, hogy esetleg szinte rákényszerül a hazugságra, vagy belesodródik ebbe a helyzetbe, amikor olyat kérdeznek tőle, amire igazából nem akar válaszolni, vagy úgy érzi, hogy maga a kérdés az hát illetéktelen. Igen, hát a jogtalan kérdés elől való kitérésnek a újkori teológia, és ezt nevezték jezsuita teológiának is, hát sokféle technikáját dolgozta ki, hogy hogyan lehet úgy kivágni magát valakinek a helyzetből, hogy ne legyen konkrét és egyenes hazugság, amit mond, mégis tévessze meg azt, aki illetéktelenül kutakodik valami iránt. Tehát ezekben az esetekben egy egész kazuisztika alakult ki a újkorban. Azt hiszem, itt is a fontos, hogy az értéket lássuk, amelyhez ragaszkodnunk kell. Ez pedig az a szintű igazmondás, ami a társadalomnak a működéséhez és a bizalomnak a légköréhez szükséges. Most egy üldözés során ismerjük a híres történetet Szent Atamáz püspökről, aki menekülőben volt, és a római katonák, akik őt keresték, látták azt, ahogyan csónakkal halad előre, és megkérdezték, hogy nem látta-e Atamáz püspöket. És azt mondta, nincs messze tőletek erre, azok meggyorsították az evezést, és rohantak, meg gondolták, hogy akkor most ment el az előbb, holott annyira közel volt, hogy ő maga volt az. Tehát ilyenféle megtévesztő szavakat, nyilatkozatokat, ezt mindig is lehetségesnek vagy megengedettnek tartotta az egyház. Azonban kétségtelen az, hogy ma olyan mértékű a, akár még a gondolatoknak is a nyilvános ellenőrzése, vagy a különböző technikák segítségével való ellenőrzése, hogy az ember egyre szűkebbnek érzi azt a szférát, ahol még ő maga rendelkezik az információról. Tehát ilyen értelemben is a hazugság kérdése, vagy a hazugság lehetőségének a kérdése, az új módon merül fel. Most érdekes, hogy Aquinói Tamás sem említi, mert a bírósági hagyományban sem volt benne, hogy mi van akkor, hogyha a vádlott hazudik. Mert ugye a bíró, meg a vádló, meg a tanú, az nem hazudhat. De hát a vádlott a saját érdekében. Hát ez bizony az a helyzet, amire általában az az elv az egyházjogban is, hogy saját maga ellen vallomást tenni a vádlott nem köteles. Másrészt a puszta hallgatásból is egyesek arra következtetnek, hogy akkor biztosan beismeri. Továbbá, nyilván a vádlott, ha tagad, akkor ezzel a saját érdekében, a saját haszna érdekében szól, bár hamisan. Ugye ilyen, ha hamis állításról van szó, hogy hamisan tagad. Azonban, hát ez egy enyhítő körülmény, és vonatkozik rá mindaz, ami az enyhítő körülményekre, hogy ettől még a hamis állítás nem válik megengedetté, legfeljebb kevésbé súlyos. Éppen a szükség helyzetére tekintettem. A másik szituáció, az voltaképpen ugye a feszültségnek a kibeszélése. Tehát valamiképpen megvan az az igény, hogy ami minket ér, azt utána valahol kiadjuk, és akkor ezt utána esetleg nem a legmegfelelőbb szavakkal tesszük, vagy néha hát nem jó hírét keltjük ezáltal valakinek, de hát mégis valamiképpen az ottan belül égeti az embert. Ebből azt gondolom, hogy nagyon sok embernek, vagy szinte ilyen mindennapos belső konfliktus helyzete támad. Hát azt hiszem, hogy ez már a főparancsnak a szintje. Tehát szeress fel a barátodat, mint önmagadat. Amit nem kívánsz, hogy neked tegyenek, az te seted másnak. Tehát egy gyalázkodó, gyűlöletkeltő módon, vagy akár indiszkrét módon beszélni az embertársáról, az biztosan olyan dolog, amit ő saját magának nem kívánna. Tehát általános keresztény alapmagatartás az, amelyikkel szemben áll az ilyenfajta gyűlölködő, gyalázkodó beszél. És pedig ezzel, hát valljuk meg, a világháló tele van. De hogy mondjuk akkor otthon a házastársának elpanaszolja, hogy mi volt a munkahelyén, azért az nyilván egy kicsit más kategória. Hát elpanaszolni lehet.
elpanaszolni lehet, adott esetben följelentéssel is lehet élni, ha valaki olyasmivel találkozik. Nem erről van szó, hanem arról, hogy milyen módon teszi ezt. Tehát még a házastársának otthon is, hogyha ő tárgyszerűen elmondja, azzal lehet, hogy megosztotta a terhet, lehet, hogy a bizalmáról biztosította a házastársát, de hogyha ő ezt gyalászkodva és gyűlölködve mondja el, akkor azt a rossz légkört, ami a munkahelyen kialakult, az beviszi a családjába is, megmérgezi vele a környezetét, mert mindenki azt fogja érezni, hogy ő egy keserű, egy frusztrált ember, aki hát úgy tűnik, hogy akkor a családján tölti ki majd a mélyét. Szóval ebben a tekintetben az önfegyelemnek is jelentős szerepe van.